Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Mai műsorunkban arról lesz szó, hogy a szakemberek szerint Szerbiában a koronavírus fertőzés harmadik hulláma sokkal veszélyesebbnek bizonyul az előzőeknél. Megnézzük, mi a helyzet Nyugat-Bácskában. Ezután a magyarországi vírushelyzettel foglalkozunk. Holnaptól este 8-tól reggel 5-ig kijárási tilalom és számos korlátozás lép életbe. Megváltozik az élet Magyarországon, ezt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A mai közügyekben foglalkozunk Szerbia európai integrációjával, mikor nyílik új fejezet, keressük a válaszokat a kérdésre. Az Egyesült Államok elnök választásáról is szó lesz, Joe Biden minden bizonnyal a 46. elnök, de Donald Trump egyelőre nem hajlandó elfogadni az eredményeket. Ezen kívül foglalkozunk a nyugatbácskai ivóvízhelyzettel és a hágai fogdába került koszovói vezetőkkel is. Műsorunk második felében lehalásszuk a kapitányrétet, és főzünk egy jó halászlét is, valamint Lajkó Félix vajdasági virtuóz zenélni fog nekünk, tartsanak velünk! A szerbiai szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus járvány harmadik hulláma sokkal veszélyesebb az előzőnél, emiatt hatalmas nyomás nehezedik az ország egészségügyi rendszerére. Az elkövetkező 10 napban az emberek kerüljék a felesleges kontaktusokat, és a lehető legszigorúbban tartsák be az óvintézkedéseket, erre figyelmeztet a szerb egészségügyi miniszter. A belgrádi arénába gyors ütemben érkeznek a koronavírus fertőzöttek, és már csak valamivel több mint 100 szabad ágy van az ideiglenesen berendezett Covid-kórházban, mondta dr. Vlada Batnozsics, az intézmény vezetője. Batnozsics a Pink TV-nek azt mondta, hogy a vasárnapi nap folyamán 31 beteg érkezett az arénába, és összesen 409 fertőzöttet ápolnak az 510 ágyas ideiglenesen létrehozott Covid-kórházban. A belgrádi Dragiša Mišović klinikai kórházi központ anesteziológiai klinikájának vezetője, dr. Predrag Stevanović szerint senki sem számított arra, hogy a járványnak ez a hulláma ennyire súlyos lesz. Ja stalno pričam sa svojim kolegama da nam je drugi talas jul mesec bio pakao i nisam mogao da zamislim da može nešto da bude teže. Ovih dana se samo potvrdilo da uvek ima teže i sada smo imali jedan strašan pritisak pacijenata i nije slučajno što su se sad i ove bolnice prebacile u covid režim. Jednostavno ima ih jako puno, u ostalom čujete stalno sirene. Dr. Predrag Kon epidemiológus és a koronavírus járvány visszaszorításáért felelős szerbiai válságstáb munkatársa ismételten figyelmeztette a belgrádiakat, hogy viseljenek maszkot, csökkentsék az érintkezéseket és kerüljék a tömeget, és rámutatott, hogy a kórházak telítettsége kritikus. Nizsben is napról napra romlik a járványügyi helyzet, így a 190 férőhelyes Sair csarnok hétfőtől ismét készen áll a fertőzöttek fogadására. Az elkövetkező 10 napban minimálisra kell csökkenteni az egymás közötti érintkezéseket, kötelezően viselni kell a maszkot, minél gyakrabban kellene kezet mosni, mert ezzel mindenki hozzájárulhat az egészségügyi rendszer túlterheltségének elkerüléséhez. Túlterheltek a kórházak Szerbiában, a helyzet pedig kedvezőtlen és bizonytalan, mondta Milika Asanin, a Szerbiai Klinikai Központ igazgatója a Szerbiai RTV műsorában. Pillanatnyilag a belgrádi Zvezdara Klinikai Kórházi Központban 395 koronavírussal fertőzött beteget ápolnak, míg a Dragiša Mišović Klinikai Kórházi Központban 331-et. A Szerbiai Klinikai Központban 86 fertőzött fekszik, ebből 7-en vannak lélegeztetőgépen. Milika Asanin arra figyelmeztetett, hogy óriási nyomás alatt vannak, de kitartanak. Mi smo na nivou grada Beograda u covid ambulantama u prosjeku posljednjih dana imali po 3.500 ljudi koji se jave za neku medicinsku pomoć ili za neki savjet. Od toga biva pregledano negdje oko 2700 ljudi. Iz tog velikog pula pacijenata regrutuje se ogroman broj bolesnika za prijemno-trijažne ambulante i mi posljednjih dana imamo izrazito povećan broj pacijenata za pregled u našim prijemno-trijažnim centrima. Recimo, na infektivnoj klinici negdje, mi smo noćas u toku jučerašnjih 24 sata imali smo 226, pre neki dan smo imali preko 250. Tako da
ima i više hospitalizovanih pacijenata. Naši bolnički kapaciteti su već u ovom momentu pretrpani. Jelenleg két új COVID-kórház épül, Batajnicán és Krusevácon, összesen 80 millió euróból. Az új kórház építése augusztus 1-én kezdődött el. Az épület 18 ezer négyzetméteres lesz, több mint 1000 fekhelyjel. A szerb államfő becslése szerint a keddi nap újabb negatív rekordokat hozhat. Kórházaink megtelnek, ezért fontos új kórházakat építeni, mondta Alekszandar Vučić. 24 dana biće gotova bolnica, za 25 dana primamo prve paciente. Vajdaságban kimondottan kedvezőtlen a járványhelyzet, jelentette ki Zorán Gojkovics tartományi egészségügyi titkár. Egy nap alatt 392 koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ebből 208-at Újvidéken. Ez a legmagasabb napi szám a járvány kezdete óta. A Vajdasági Klinikai Központban 116 beteget kezelnek, a tartomány többi 9 Covid kórházában pedig csaknem 300-at. Napról napra növekszik a fertőzött egészségügyi dolgozók száma is. A Székváros mellett Nagybecskereken, Palánkán, Versecen és Pancsován is sok a fertőzött, nyilatkozta Zorán Gojkovics. A köztársasági válságstáb pénteken a koronavírus járvány megfékezése érdekében meghozott intézkedéseivel összhangban a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt a vajdasági oktatási intézményekben is hosszú hétvége lesz. Ez azt jelenti, hogy a szerdai, november 11-i állami ünnepet követő csütörtökön is pénteken, vagyis november 12-én és 13-án sem lesz oktatás a tartomány területén működő általános és középiskolákban. A két nap kiesés bepótolásáról a későbbiekben tájékoztatják az iskolákat, tanárokat és a tanulókat. Most pedig nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Bácskában. A közügyek vendége dr. Úri Emese, a zombori dr. Gyorgye Lázics egészségház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét. Zomborban és a környékén mennyi koronavírusos fertőzött van? Hát ez a szám változik nap mint nap, viszont egyértelműen növekvőben van. Az egészségházhoz tartozik a COVID ambulancia, ahol mi rendszeresen minden nap vizsgáljuk azokat a betegeket, akiknek olyan panaszuk van, hogy esetleg szóba jöhet, hogy COVID infekcióról van szó. A napi szinten ez általában 20-tól 40 emberig van, tehát annyi ember jelentkezik a vizsgálatok száma. Mi a zombori egészségházban ezt úgy szerveztük meg, hogy a betegek továbbra is a saját orvosukhoz fordulnak elsősorban. Ez azért fontos, azért tartjuk ezt különösen fontosnak, mert így ki tudjuk szűrni azokat, akik enyhébb klinikai képpel szükségtelenül terhelnék a COVID-ambulanciát, a kórházat, és esetleg azok az emberek, akik tényleg kritikus állapotban vannak, nem tudnak időpontot kapni, illetve sokat várnak. Hány ember van most így jelenleg? Most ebben a pillanatban a zombori kórházban 11 beteget ápolnak, egy van respirátoron, de különben napi szinten emelkedik a pozitív szerológiai tesztek száma, illetve tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy körülöttünk az emberek azért fertőzöttek, nagyon sokan tünetmentesen vészelik át a betegséget, illetve fertőzik meg a környezetüket. Ezért különösen fontos a szájmaszk viselése. Független attól, hogy tehát van egy embercsoport, akik ezt próbálják negálni, mellőzni, megkérdőjelezni, egyértelmű, mivel respiratorikus, tehát infekcióról van szó, cseppfertőzéssel terjed legjobban. A maszk az egy olyan biztonságot ad annak, aki használja, és főleg ugye, aki beteg, annak mindenféleképp használnia kell, hogy ne terjessze a cseppfertőzéses infekció. Igen, hát ezt infekció naponta többször, igen, több forrásból, igen, is elmondják a, igen, szakértők. Egyébként az intézményekbe vagy az egészségházba kimutatták már a vírus jelenlétét? Igen, a dolgozók között is megjelenik. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem a betegektől, illetve ritkábban kapják meg az egészségügyi dolgozók, most zomborról beszélek, a betegtől a betegséget, inkább az egymás közötti kontaktus, illetve a család
családtól, az ismerősöktől. De ez azért van, védik magukat? Tudnak önök tenni a védelemért? Igen, igen, tehát megfelelő eszközeink vannak. Újra hangsúlyozom, a legfontosabb a szájmaszk, a higiéniás körülményeknek a betartása, tehát kézmosás minden beteg után. Ha lehetséges, akkor a betegeket külön elkülönítjük, azokat, akik gyanúsak, megfigyelés alatt tartjuk őket, és nem keverednek. Ezért nagyon fontos, hogy ne torlódjanak, ne legyen nagy tömeg a COVID-ambulanciák előtt. Egyébként az ön felmérése szerint, az ön véleménye szerint Zomborba mennyire tartják be az emberek az előírásokat? Többé-kevésbé. Maszk, tömegkerülés, ilyen. A tömeget kerülik, a maszkot hordják nagyjára. Azok az események, ugye főleg a fiatalok esténként kijárnak, tehát azok olyan események, ahol hát nem lehet elkerülni, hogy azért csak ne terjedjen a betegség. És a családi összejövetelek. Tehát itt újra arra hívnám fel a figyelmet, hogy a legközelebbi hozzátartozók néha azok, akik behozzák az infekciót az érzékeny emberek között. Nem az ön szakterülete, de nyilván vannak információi arról, hogy ellenőrzések vannak, igen, a városban? Igen, tehát a zombori község külön rendelettel hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy kötelező szájmaszk viselése még a piacokon is, ott is ellenőrzik. Az üzletekben nem lehet bemenni, hogyha nem viselnek szájmaszkot. Lehet, hogy ez egy olyan különösen szigorú mércének tűnik az emberek számára, de higgyék el, hogy ez nagyon fontos. És hogyha amennyiben romlik a helyzet, mivel ugye mindig arra figyelmeztetnek bennünket, hogy rosszabb és rosszabb lesz, igen, ha nem tartjuk be. Önök Zomborban fel vannak erre készülve, hogyha esetleg egy tömegesebb megbetegedés üti fel a fejét? Igen, a zombori egészségház most kapta vissza az egyik épületét, amit a kórház használt eddig, és mi ott már nagyba készülünk arra, hogy alapellátás szintjén tudjunk ilyen, hát kórházon kívüli kezelést biztosítani a könnyen betegek számára, és ezáltal nem terheljük a kórházat. Az nagyon fontos. Tehát a kórházba az kell, hogy jusson várakozás nélkül, aki súlyos állapotban van. Súlyos. Erre nagyon kell figyelni. Ugye az egészségház igazgatója, de emellett a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője is. Hogyan látja az országos szinten, mint szakember, hogyan kezelik a fertőzést? Megfelelő ez, ami most intézkedések vannak? Mivel ez egy nagyon különleges és új betegség, mint látjuk a világszinten, a fejlettebb, nálunk sokkal fejlettebb országok is nagyon keményen küzdenek, és nem éppen sikeresen. Tehát itt nem lehet csak arra fogni, hogy ugye nincs pénz, vagy nem vagyunk elég kulturáltak, vagy nem vagyunk elég fegyelmezettek. Különös betegségről van szó. Az az igazság, hogy tehát az átlag embereknél nem okoz különösebb gondot, viszont minden családban, legyünk őszinték magunkhoz, minden családban van valaki, aki érzékeny. És hogyha erre ráfut a vírus, sajnos fatális következménye lehet. Ön szerint mi lenne célra vezető, milyen intézkedések, hogy ezt a vírust megállítsák? Tehát egyértelmű, hogy a tömeges összejöveteleket csökkenteni, mert ott nagyon nagy az esély annak, hogy valaki, aki aszimptomatikus, tehát nincs semmilyen problémája, nincs lázza, nincs semmilyen panasza, de hordozója a vírusnak, terjeszti. Tehát a mi felméréseink ezt mutatják, hogy vannak emberek, akik nem is tudják, nem volt semmilyen szimptomájuk, és mégis ellentesteket képeztek már, tehát meg voltak betegedve valamikor. Tehát kiemelten óvatosnak kell lenni. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Szívesen. Kettől megváltozik az élet Magyarországon a koronavírus járvány terjedése miatt. Ezzel kapcsolatban újabb intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. Este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz Magyarországon. Zárnak az éttermek és a középiskolák. A magyar miniszterelnök reggel részt vett az operatív törzs napi tájékoztatóján, amelyen az ezzel kapcsolatos kérdésekről döntöttek. Az ülés után a magyar miniszterelnök közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot. A járvány Európában továbbra is felszálló ágban van. A járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezeren,
Európában 8 milliónyian betegedtek meg. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait. A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll, ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és az ápolónőink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek, és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni. Az országgyűlés holnap 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli főhatalmazást, az operatív törzs ezért a helyzetet áttekintette és már javaslatokat is tett. Ha az országgyűlés valóban megadja a felhatalmazást, és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetünk be. Ezek a következők. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Általános rendezvény tilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10-10 vehetnek részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A temetéseken sajnos legfeljebb csak 50 fő vehet részt. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A szabadidős létesítményeket, fitnessterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek zárva kell tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60%-os biztonságot ad. A kamara javaslatára, a kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni. És az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Ezeket az intézkedéseket, ezeket a korlátozó intézkedéseket most 30 napra vezetjük be. Szükség esetén, adja Isten, hogy ne legyen rá szükség, meghosszabbíthatjuk. Az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 00 órától lépnek majd hatályba. Tudom, mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű. A következő hetek nehezek lesznek.
de a vakcina már belátható távolságban van. Addig kell kibírni. De addig is vigyáznunk kell a veszélyeztetett, a különösen veszélyeztetett honfitársainkra. Vigyáznunk kell az idősekre, a betegekre, és be kell tartanunk a szabályokat. Vigyázzunk egymásra. Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Kapcsolódó hír, hogy 90%-os védelmet nyújt a Pfizer védőoltása a koronavírus ellen, ezt írja közleményében a gyógyszergyártó cég. A vakcinát az amerikai Pfizer és a német BioNTech biotechnológiai vállalat közösen fejlesztette ki. A gyógyszer cégek adatai szerint a nagy mintás tesztek során védőoltást felvevőknél a COVID-19 kialakulásának kockázata 90%-kal alacsonyabb volt, mint oltás nélkül. A vakcina tesztelésének harmadik fázisában 6 országból 43.500 ember vett részt, ezt már a BBC írja. A vállalatok most azt tervezik, hogy a hónap végéig nyújtják az engedélyezési kérelmet az amerikai élelmiszer és gyógyszer ellenőrzési hivatalnak. Egyébként ez az első olyan szer, amely biztató eredményeket mutat, ezt írja a Világsajtó. Az engedélyező hatóságok korábban azt közölték, hogy egy 50%-ban hatásos oltóanyagra is megadnák az engedélyeket. Szerbia 2020-ban nem nyitott meg csatlakozási tárgyalási fejezetet az Európai Unióval. Ennek miértjéről és a csatlakozási folyamat részleteiről kérdezem Kovács Elvirát, a Szerbiai Parlament Integrációs Bizottságának frissen megválasztott elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát mint új elnökként kérdezném, hogy mely fejezetek megnyitását tervezték 2020-ra, tehát az idei évre, és ezek miért nem tudtak végül is megnyílni? 5 tárgyalási pozíciót készített el Szerbia, és ezen belül tehát az Integrációs Bizottságnak fontos szerepe van ebben a folyamatban, ugyanis mi vagyunk azok, akik tehát a végső változatát elfogadjuk. Van olyan, amelyik már szinte 2 éve kint van Brüsszelben. Abban reménykedtünk, hogy a meglévő 5-ből sikerül majd legalább néhányat, tehát kormányközi konferenciánként legalább 2 megnyitni. Szerintem nem az a fontos, hogy mely témák ezek. Ezen fölül még 2 tárgyalási pozíció szinte kész. Az a kérdés, hogy valóban mi történt ebben az évben. Persze ez többféleképpen magyarázható. Egyrészről azt mondják, hogy maga az Unió is el van foglalva önmagával, illetve a világjárvánnyal, ami részben igaz. Ugyanakkor Szerbia is szembesült a világjárvánnyal, választási kampánnyal és a kampány utáni hát hosszú periódussal, amíg megalakult maga a parlament, meg aztán a kormány, és ebben az időszakban nem teljesítette kötelezettségeit. Tehát nincs semmi új ebben a folyamatban, ugyanis Szerbia számára világos, hogy amennyiben a 23-as, 24-es és 35-ös elsősorban jogállamiság, emberjogok, korrupcióellenes harc, médiaszabadság, szólásszabadság, tehát ha ezeken a területeken nem teljesít, csúszásban van, késésben van, akkor teljesen leállhat a folyamat, úgyhogy nem meglepő. Az is világos, hogy van néhány tagállam, amelyek elég kritikusak, és ezt keményen elmondják, hogy mi úgy mértük föl, hogy igen, nem módosítottátok az alkotmányt, különböző törvényhozással, és nem is ez a legnagyobb probléma, hanem a törvények alkalmazásával nem vagyunk megelégedve, ha nem teljesítettetek ezeken a területeken, nincs új fejezetnyitás. Egyébként hogy néz ki egy ilyen előkészítés, ezt a szót gyakran használjuk, de mit takar ez, hogy előkészítenek egy fejezetet? Itt említett néhány témakört, hát konkrétan egyről beszéljünk. Tehát általánosságban is elmondhatom, mert szerintem ez így közelebb tudja hozni magát a folyamatot. Tehát egy-egy témát, illetve úgynevezett tárgyalási pozíciót elkészít a kormány.
és azt elküldi a parlamentbe, mert hogy a parlamentnek kell ezt megtárgyalnia. Attól függően, hogy milyen témáról beszélünk, ez a megfelelő szakbizottság elé kerül. Tehát, ha oktatási téma, az oktatási. Ha a pénzügyekhez kapcsolódik, akkor a pénzügyi bizottság elé. Tehát a meghatározott bizottság véleményt mond erről, és aztán mindegyiket összegzi az Európai Integrációs Bizottság. Mielőtt viszont az Európai Integrációs Bizottság zöld fényt adna erre a tárgyalási pozícióra, behívjuk a civil szférát. Ugyanis a parlamentnek nagyon jó együttműködése van az úgynevezett Európai Konventtal, ez egy hatalmas árnyőszervezet, ma már több mint 700 civil szervezetet takar, és ők is úgy épülnek föl, mint a tárgyaló csoport. Tehát úgynevezett árnyék tárgyaló csoport lehetne, különböző fejezetenként, tehát behívjuk a megfelelő csoportot, elbeszélgetünk velük. Az egyetlen hátránya a folyamatnak, hogy Brüsszel miatt ők ilyenkor nem látják az egész tárgyalási pozíciót, hanem annak a kivonatát, tehát egy rövidített változatát. Ez egy elég összetett folyamatnak hangzik. És miután, tehát ők elmondják, hogy mit gondolnak, mi még módosíthatunk a szövegen, és aztán, ha zöld fényt adunk rá, akkor kerül kormány elé a végső úgynevezett tárgyalási pozíció, és ez elmegy Brüsszelbe. És aztán nyilván politikai akarat kérdése, hogy ott megnyitják-e vagy nem. Egyébként Magyarország hogyan tudja támogatni, mint tagország a Szerbia EU felé vezető útját? Mik azok a mechanizmusok? Magyarország nagyon nagy támogatója és barátja Szerbiának, és valóban, tehát többször hallhattuk magas szintű politikusoktól is, hogy Magyarország fölgyorsítaná ezt a folyamatot, tehát van néhány tagállam, akik ezen az állásponton vannak, hogy igen, nyissunk meg minden tárgyalási pozíciót, amelyekre Szerbia készen áll, és gyorsítsuk meg a folyamatot, mert fontos, hogy Szerbia haladjon ezen az úton. De ugyanakkor szakmai segítséget is nyújthat. Tehát az integrációs minisztériumban van egy diplomata, aki mondom szakmai segítséget is nyújt, de politikailag, tehát különböző megszólalások, gyűlések, föllépések alkalmával nagyon nagy támogatást nyújthat Magyarország. És ez látható, tehát abból is persze, ha magáról a bizottságról beszélünk, és a bővítési és szomszédságpolitikai biztosról, aki magyar, nyilván neki nem csak Magyarország, illetve egy tagállam véleményét kell képviselnie, de hát mégis egy kicsikét hazafelé fújja tehát szél. Láthatjuk az ő kijelentéseiből, hogy persze, ha a bizottság jelentése kritikus is, vagy szigorú is, ő biztatna, tehát folyamatosan arról beszél, hogy igen, biztatni kell magát, Szerbiát, a régiót, a Nyugat-Balkánt, és örül annak, hogy végre fölállt a kormány, és hogy most húzzuk fel a gatyaszárat. Ez egy ilyen pozitív hozzáállás akkor a részéről. És a VMS-nek mi a szerepe itt az integrációs folyamatban? A koalíciós partnerek meghallgatják az önök javaslatait, mondjuk magyarországi tapasztalatokat, tehát ez egy ilyen pozitív viszony a koalíción belül? Igen, a VMS-ben folyamatosan azt hangoztatjuk, hogy mi valóban aktív résztvevői szeretnénk lenni ennek a folyamatnak, és az elmúlt időszakban is aktív résztvevői voltunk. Tehát ami a parlamenti munkát illeti, elsősorban az integrációs bizottságon belül, tehát jó magam régóta vagyok tagja, illetve elnök helyettese is voltam ennek a bizottságnak. Most nem túl sok új feladat ez, nyilván egy picit más, de talán bizottsági elnöki pozícióból még inkább tudok arra hatni, hogy még sűrűbb és még intenzívebb legyen az együttműködés magával a minisztériummal. Szerintem nagyon jó, tehát nincs minden országnak Európa ügyi minisztériuma, és féltünk is attól, hogy az új kormányban lesz-e Európa ügyi, tehát külön minisztérium, nem csak kormány alelnök vagy valaki, aki ezzel a kérdéskörrel van megbízva. És én örülök annak, hogy már most mindössze egy héttel a kormányalakítás után sikerült összehívni az integrációs bizottság elsülését. Úgy, hogy jelen volt a miniszterasszony, tehát nem mást küldött maga helyett, és nagyon nyitott volt, minden kérdésünkre válaszolt. Úgyhogy még szorosabb lesz az együttműködés az elkövetkező időszakban, egyrésztről neki is, tehát a magyarországi partnerekkel, vagy esetleg a visegrádi négyekkel, ugyanakkor tehát magának a bizottságnak, a VMS-nek, a koalíciós partnerrel, úgyhogy oda fogunk figyelni minden lépésre. Mi pedig figyeljük az eseményeket. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.
Joe Biden demokrata elnök jelölt lesz az Egyesült Államok 46. elnöke. A demokraták jelöltje azt mondta, a járvány, a gazdaság, a klímaváltozás és a rendszerszerű rasszizmus kezelésére kaptak megbízást. Habár Donald Trump még mindig nem ismerte el vereségét az amerikai elnökválasztáson Washingtonban, vasárnap sokan ünnepelték, hogy új elnök költözik a Fehér Házba. A szavazatszámlálás még nem zárult le, több kulcsfontosságú csatatér államban, de Pennsylvania megszerzésével Joe Biden bebiztosította a győzelmét, így már matematikai esélye sincs Donald Trumpnak, hogy győzzön. Trump áll az élen Alaszkában és Észak-Karolinában, esélye azonban csak akkor lett volna az újraválasztásra, ha behúzza Pennsylvániát. A hivatalos végeredményre azonban még néhány hetet várni kell, ugyanis még november 23-áig tart a szavazás. A megválasztott amerikai elnök és alelnök első feladatának a járvány megfékezését tartja. Joe Biden győzelmi beszédében leszögezte, az a szándéka, hogy helyreállítsa Amerika lelkét és gerincét, a középosztályt, és hogy külföldön újra kivívja Amerika tiszteletét, otthon pedig egységet teremtsen. Our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments. Hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. Az emberek kinyilvánították véleményüket, tiszta és meggyőző a győzelem, amelyben az emberek nyertek, mondta Joe Biden, aki megjegyezte, hogy 74 millió szavazattal győzött, amire soha korábban nem volt példa az amerikai elnökválasztások történelmében. Hozzátette, a demokratáknak és a republikánusoknak véget kell vetniük az egymás közötti harcnak, és együtt kell működniük. A 77 éves Joe Biden lesz egyébként az Egyesült Államok legidősebb elnöke. A választások másik nyertese Kamala Harris, aki az Egyesült Államok első női színesbőrű megválasztott alelnöke lett. Azzal kezdte beszédét, hogy lehet, hogy ő az első nő ebben a tisztségben, de nem az utolsó. A reményt, az egységet, a tisztességet, a tudományt és az igazságot választották az emberek. Now is when the real work begins. The hard work, the necessary work, the good work, the essential work. To save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. Joe Biden megválasztott amerikai elnök egyébként már vasárnap megkezdte a koronavírus járvány kezelésére ígért munkacsoport kialakítását. Az AP amerikai hírügynökség a leendő elnök hatalomátadást bonyolító csapatára hivatkozva azt közölte, hogy Joe Biden munkatársai már a jövő héten áttekintik a legfontosabb kormányzati ügynökségek munkáját és vezetői összetételét a gördülékenyebb hatalomátadás érdekében. Ennek keretében megvizsgálják a korábbi személyzeti és költségvetési döntéseket és az érvényben lévő szabályokat. Amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és a Fehérház munkatársai egyelőre még nem vették fel a kapcsolatot Biden munkatársaival. De vajon mire számíthat Szerbia és a régió többi országa az amerikai elnökválasztás után? Erről Milan Krstić politológus beszélt a szerb közmédiában. Možemo da očekujemo manje više povratak na ona načela politike prema našem regionu koje su postojale za vreme Baracka Obame. S tim što bih napomenuo da nije ni za vreme Donalda Trumpa to bilo mnogo promenjeno. Ali ako je postojala recimo mogućnost za vreme Donalda Trumpa da se vodi paralelni dijalog u Vašingtonu, gde možda Srbija imala i malo više prostora nego u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu, mislim na dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Vašingtona u odnosu na ovaj dijalog uz posredovanje Brisela, sada takva mogućnost više neće postojati. Dakle, sada će zajednički delovati Brisel i Vašington
u posredovanju između Beograda i Prištine. To će biti jedna od ključnih promena. Takođe, na osnovu tih nekih planova politika koje je objavljivao tokom kampanje tim Josefa Bajdena i Kamale Harris, možemo da zaključimo i snažniju podršku evroatlantskim integracijama u regionu, naročito Bosne i Hercegovini, što bi možda moglo da znači neki vid pritiska na Srbe u Bosni i Hercegovini, odnosno na Republiku Srpsku. To bi mogle da budu neke manje promene, ali načelno će se politika voditi na onim ciljevima i pristupima na kojima je bila i do sada. Az új megválasztott elnökkel kapcsolatban korábban Alekszandar Vučić is megszólalt, a szerb államfő úgy vélekedett, hogy Koszovó kérdése miatt Szerbiának jobb lett volna, ha Trump marad az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Bidennek gratulálok, Trumpnak pedig köszönetet mondok, amiért meghallgatott bennünket, meghallgatta Szerbiát, fogalmazott Alekszandar Vučić. Az amerikai elnök választás eredményeiről és annak következményeiről kérdezem Varga Gergelyt, a Budapesti Külügyi és Külgazdasági Kutatóintézet vezető elemzőit. Jó napot kívánok, Varga úr! Jó napot kívánok! Hát mit lehet jelenleg elmondani az elnök választási eredményekről? Mennyire biztosak ezek? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden bizonnyal Joe Biden nyerte meg az amerikai elnökválasztást, tekintettel arra, hogy a szükséges 270 elektori szavazat felett már sikerült ennél jóval több elektort magáénak tudnia. A még most folyó számlálások, illetve esetleges jogi csatározások, azt gondolom, illetve az elemzők többsége szerint is nem fog már érdemben befolyásolni a végeredményt. Donald Trump, ugye most már leköszönő elnök minden bizonnyal, már napok óta jogi lépéseket harangozott be. Ennek lehetnek bármilyen sikeres kimenetele az ő szempontjából? Azt gondolom, hogy az elképzelhető, hogy bizonyos kérdésekben igazat adhat a bíróság, egyes bírósági fórumok Donald Trump számára. Azonban tekintettel arra, hogy olyan sok államban nyert Joe Biden, szinte az összes úgynevezett billegő államban, vagy vitatott államban, ahol igen szoros eredmény született. Tehát tekintettel arra, hogy Joe Biden összességében azért jelentősebb fölénnyel nyert, az érdemben nem fog változtatni a végeredményen, hogyha egy-egy tagállamban esetleg bizonyos részkérdésben a bíróság mégis igazat adna a Donald Trump számára, az összességében a választás érvényességét és eredményét nem fogja befolyásolni. Akkor elképzelhető az is, hogy eltekint Trump ezektől a jogi lépésektől, mert ez hatalmas pénzeket emésztene fel, és ahogy mondja, nem biztos, hogy eredményes lenne. Azt gondolom, hogy ettől függetlenül találtam vélhetőleg már csak a személyiségéből is adódóan ezeket a jogi utakat végig fogja vinni, ám az kérdéses, hogy mennyire lesznek eredményesek. Hogyha azt nézzük, hogy Joe Biden lesz a 46. elnök, mit jelent ez a mi régiónknak, Közép-Európának, Magyarországnak, Szerbiának? Milyen elnöke lesz az Egyesült Államoknak? Mint talán sokak által ismert, az előző 4 évben Donald Trump elnöksége idején közép-európai régió jelentős figyelmet kapott, és jelentősebb mértékben javultak is az amerikai közép-európai kapcsolatok, különösen Magyarországgal, vagy éppen Lengyelországgal. Várható, hogy a Biden kormányzati elnöksége alatt talán nem fog akkora figyelmet kapni a térségünk, kivéve esetleg Ukrajna, illetve Oroszország, de itt elsősorban az Oroszországgal kapcsolatos amerikai kapcsolatok lesznek meghatározóak. Ami a térséget illeti, akár Magyarországot, vagy a Nyugat-Balkánt, várható, hogy alapvetően a korábbi Obama adminisztráció kormányzatának megfelelő amerikai politika folytatódik, vagyis valamelyest nagyobb figyelmet kap adott esetben a jogállamiság, a demokrácia kérdése, de érdemben jelentősen nem fog változni az amerikai külpolitika. És mi a helyzet a belpolitikával? Elfogadják a republikánus szavazók a vereséget? Mi történik most az államokban?
Egyelőre még különösen Donald Trump legvélemesebb hívei nehezen akarják elfogadni az eredményt, sok múlik értelemszerűen az elnökön is. Azt gondolom, hogy ha a jogi út a következő hetekben lezárulni játszik, lezárulni látszódik, illetve a bíróságokon végigviszik a most folyó ügyeket, és valamiféle egyértelmű válasz születik, döntések születnek arra vonatkozólag, hogy a vélt szabálytalanságokra milyen jogkövetkezmények társulnak. Tehát ha ezek a kérdések rendeződnek, akkor alapvetően azért a republikánus támogatók többsége is így vagy úgy, de bele fog nyugodni az végeredménybe. Hát minden esetre követjük a folyamatokat, ugyebár még Trump januárig az ovális irodának lesz úgymond a tulajdonosa. Varga Gergelynek köszönjük szépen, hogy ismételten a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget én is. Nyugat-Bácskában már évtizedek óta megoldatlan probléma az ivóvíz ellátás. Sok településen rossz minőségű a csapvíz, olyan is van, ahol fogyasztásra alkalmatlan. Ennek a problémának a megoldásáról beszélgetek Pelt Ilonával, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mely településeken a legrosszabb az ivóvíz ellátás, és mit lehet itt egyáltalán tenni? Valójában a legrosszabb Droszon, tehát az én falumban. Ezt a helyzetet most orvosoljuk azzal, hogy teljes hálózatcserét vittünk végbe, tehát ez a munkálat végéhez is ért. Ez 180 millió dinárba került. Ennek a felét a tartomány, a másik felét pedig a város finanszírozta. Az a jó a dologban, hogy látszik a beruházásnak a vége, és a probléma meg fog oldódni a 2021-es évben. A hétvégén Monostor Szegen letették az ottani vízgyár alapkövét. Hát kérdezhetném egy vízgyárnak, hogy mi a jelentősége, de milyen forrásból végzik itt a beruházásokat, mennyibe kerül egy ilyen építkezés? Hát a Monostor Szegi az egy 65 millió dináros beruházás. Ennek a 80%-át a város állja, a 20%-ot pedig a mezőgazdasági vízgazdálkodási titkárság. Azt gondolom, hogy a fontosságát ugye mindannyian tudjuk, hogy a tiszta ivóvíz a minőséges életnek az alapja, és Monostorszegen ez a beruházás június végéig én azt gondolom, hogy meg is valósul. El lehet mondani, hogy az első ilyen 6 milliós beruházás Bezdánban volt, amikor a bezdáni ivóvizet oldottuk meg, aztán folytattuk a tavalyi évben, adtunk át vízgyárat Béregen, és most ugye alapkövet tettünk le Monostorszegen. Tehát a városnak egy eltökélt szándéka volt 2016-ban stratégiailag, hogy megoldjuk az ivóvíz problémát, hiszen tényleg probléma volt a város településein. Ez a helyzet szinte állandó jelleggel jöttek a felügyelők, és figyelmeztetik a város, hogy nem jó van ez így. Ez a Monostorszegi vízgyár, ez csak annak az egy településnek a gondját oldja meg, vagy ez szélesebb körben is? Monostorszegi vízgyár a település problémáját fogja megoldani, úgy is van tervezve. Annyi különbséggel, hogy ennek a kapacitása ellátja a települést, illetve hogyha jönne valamilyen beruházó, vagy pedig a turizmus megnevezik, már tudni illik, aki még nem járt a felső Duna mentén, hogy érdemes megnézni ezt a település. Monostorszeg nagyon jó a vadászatra, a turizmus területén sokan látogatnak itt meg bennünket, és azt gondolom, hogy ebből kifolyólag fontos az, hogy a vízellátás minőséges legyen, és nagyobb kapacitás legyen, mint amennyi a lakos sok számára ugye elég lenne. Egyébként még Nyugat-Bácskában hol terveznek ilyen vízgyárakat? Mert ez egy, ha jól tudom, általános probléma az egész régióban. Igen, egy általános problémáról beszélünk, nagy vonalakban megoldottuk. Maradtak még települések, ahol ezt a problémát orvosolni kell.
A következő ilyen beruházás terveink között van Bágyulafalva, hiszen ott nem tudjuk regionális vízhálózattal megoldani a vízellátást, hiszen a település fekvése sokkal magasabb, mint maga Zombolváros, ezért itt is sokkal célszerűbb és észszerűbb gazdaságilag egy ilyen kis vízjárat építeni, aminek ugye most már látjuk a gazdaságosságát, hiszen mondom, Béregen is működik egy éve, nagyon jó, és én bízom abban, hogy Manassalszegen is ugyanolyan jó fog működni, és azt is el tudom mondani, hogy amihez hozzá fog a VMS Nyugatbácskában be is fejezi, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Csak így egy szabadkaiként úgy felmerült bennem, hogy akkor hogyan oldják meg az emberek ott a vizet, itt, főleg az ivóvízre gondolok. Hát úgy oldják meg, hogy a városnak kötelessége, hogy lajtos kocsikban, talán ez a jó kifejezés, biztosítsanak azokba a falvakba vizet, ahol nem megfelelő az ivóvíz. Tehát akkor valahogy megoldja mindenki. Igen. Hát akkor nagyon szurkolunk önöknek, hogy tudják biztosítani az ivóvizet az embereknek. Köszönjük szépen, hogy befáradt. Köszönöm a lehetőséget. A vádirattal ismerkedett meg ma délelőtt Hágában Jakub Krasniqi, az egykori koszovói felszabadítási hadsereg vezérkarának tagja és néhai szóvivője. Krasniqi nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott vádakban. Szerinte a vádemelés sértés jelent neki és az albán népnek egyaránt. A vád szerint 1998 márciusa és 1999 szeptembere között háborús bűncselekmény és emberiesség elleni bűncselekményekben vett részt, bűnösségét azonban tagadja. Ártatlannak érzem magam, és nem világos számomra, hogy miért hoztak ide, ezt mondta Krasniqi. Hashim Tacit, a koszovói felszabadítási hadsereg másik vezetőit délután hallgatták ki, ő is tagadta az ellene felhozott mind a 10 vádpontot. Holnap és szerdán jelenik meg a Nemzetközi Bíróság előtt, amíg két koszovói albán vádlott, Kadri Veszel és Recep Szelimi. A témával kapcsolatban délután rögzítettünk egy beszélgetést Váradi Tibor akadémikussal. A hágai törvényszékkel és a koszovói albán vezetők ügyével kapcsolatban az egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélyt, dr. Váradi Tibor akadémikust kérdezem. Jó napot kívánok, Váradi úr! Mielőtt rátérnénk a jelenlegi helyzetre, talán egy picikét vissza kellene lépni, hogy ugyebár a délszláv háború kapcsán alakultak meg ezek a nemzetközi ügyészségek, mit kell erről tudnunk? Nos, ez egy régóta fennálló törekvés és igyekvése a nemzetközi jognak is, hogy legyen valami igazság a háború befejezésén kívül. Tehát ne csak úgy szülessen igazság, hogy az egyik fél győz, a másik fél veszít, hanem valamilyen jogi eljárás is menjen azokkal kapcsolatban, akik háborús bűnöket követtek el. Ennek volt valami nyom a Nürnbergben, azután a hágai törvényszék a jugoszláv perekben valóban személyi felelősséget próbált megállapítani, és ez egy sajátos és fontos dolog volt. Na most a hágai törvényszék befejezte a működését 1917-ben, csak a folyamatban lévő ügyek folytatódnak, és utána alakult egy nagyon sajátos képződmény, ez a bizonyos koszovói bíróság, aminek az alapja egy nemzetközi egyezmény Koszovó és Hollandia között. Viszont az eredmény az nem egy koszovó-holland eredmény, hanem valóban egy nemzetközi törvényszék, amely Hágában van, minden tagja független a volt jugoszláv területtől. A pénzelést az EU végzi, és a vizsgálati fogság az szintén Hágában van, akit viszont elítélnek, az egy olyan országban lesz, amelyet ez a bíróság dönt el. Ez a bíróság, ez koszovói bíróságnak mondják, de kihelyezett, úgyhogy valamiképpen az intézmény születésekor ott van a
a Koszovó szerepe és a koszovói alkotmány is változott, de annak ellenére, hogy ezt koszovói bíróságnak mondják, ez lényegében egy nemzetközi bíróság, és így is folytatódik az eljárás. Tehát és akkor tudjuk, hogy a múlt héten a fogdába bekerültek ezek a koszovói vezetők. Mivel vádolják őket? Itt négyükről tudunk. Nos, a vádak azok nagyon-nagyon szélesek és részletesek. Tehát legalább 10 vádpont van. A vádak úgy vannak megfogalmazva, mint nemzetközi büntetőügyekben, a Hashim Tachi mellé, neve mellé oda van írva, hogy a kígyó néven ismert, mert ez az ő hát ilyen hadi neve volt. És vádolják őket hát kényszerköltözéssel, költöztetéssel, vádolják őket gyilkossággal is, vádolják kínzással, vádolják azzal is, hogy mint vezető személyek nem tettek semmit, hogy megakadályozzanak ilyen bűncselekményeket. Vádolják nem csak szerb, hanem albán nemzetiségű embereknek is a üldözésével és gyilkolásával is. És tehát a vádak mondja, most milyen az eljárás, mi fog történni? Meghallgatások lesznek, szembesítések, hogy megy ez? Nos, hát először is a vádemelést kellett jóvá hagyni, és a vádat jóvá hagyták, és most indul az eljárás, pontosan ma indult, és ma délután is lesz, és holnap is lesz. Na most itt jönnek a meghallgatások, és jön a védelemnek az előterjesztése. Utána következik folytatódik valószínűleg újabb meghallgatások, valamilyen újabb érveknek a szembesítésre. Szerintem ez egy sokáig elhúzódó per lesz, és én éveket jósolok. Azt hiszem, hogy eddig sokáig el fog tartani. Az, hogy ezek alatt a Tachi és a többiek vizsgálati fogságban maradnak-e, vagy szabadon engedik-e őket, ez mind a két opció lehetséges. Itt milyen büntetéseket tudnak kiróni a vádlottakra, amennyibe bebizonyosodik, hogy bűnösök? Súlyos börtönbüntetések. A halálbüntetés nem létezik. Súlyos börtönbüntetések. Ha valóban igaznak bizonyulnak ezek a vádak, akkor elképzelhető egy ilyen 20 év körüli büntetés is. Ha részben bizonyulnak igazoltnak, akkor ennek egy része. Én itten nem tudnék véleményt mondani, hogy ezek a vádak igazoltak vagy sem, és szurkolni is csak a nemzetközi jognak tudnék. Nagyon fontos lenne, és nagyon jó lenne, hogy itt az igazság diadalmaskodjon, hogy az igazság az az elítélés vagy a fölmentés, ezt nem tudom, de valószínűleg nem lehet alaptalan minden vád, hogy mennyinek van alapja, mennyinek nincs, ezt majd megállapítás nyer. De nagyon fontos lenne a mi egész világunkra, hogy itten igazság szülesse megoldásként. Nyilvánvaló ennek az egész ügynek olyan következményei lesznek, ami a régióra nagyon komolyan hatni fog. Váradi Tibor akadémikusnak köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Én is nagyon köszönöm az érdeklődést. Az elmúlt hetekben megkezdődött a lehalászás a Magyar Kanizsa községben található kapitány réti halastavon. A koronavírus járvány a halászattal foglalkozók életére is komoly hatással volt, hiszen a legtöbb ünnepség elmaradt, így az elmúlt évekhez képest közel felére csökkent a már így is alacsony szinten lévő halfogyasztás egész Szerbiában. Stábunk utána járt, hogy milyenek az emberek halfogyasztási szokásai, hogy miért érdemes heti rendszerességgel fogyasztani, és hogy hogyan is néz ki a lehalászás.
A magyar kanizsai piac mellett nemrégiben nyílt egy kisbolt, ahol friss, sült halat és halászlét lehet vásárolni a hét minden napján. Tandori Edit, az egyik tulajdonos elmondta, hogy bár még csak egy hónapja nyitottak ki, de úgy tűnik, hogy a magyar kanizsaiak szívesen fogyasztanak halat. Hát az emberek vegyesen mindenfajta halat keresnek, mi főleg csak tiszai hallal foglalkozunk. Egyedül ez, ami a tengeri, a gilicéket, mert arra van kereslet. Név szerint milyen halakkal foglalkoznak, és honnan szerzik be az alapanyagokat? Halászokkal dolgozunk, busánk van, poncs, dévérkeszeg, mi van még? Harcsa. A harcsa az egy nagyon közkedvelt hal, mert mivel, hogy nincs benne szálka. És azt az emberek főleg keresik. Miért kezdtek el halárusítással foglalkozni, és ön miért javasolja személy szerint az embereknek, hogy fogyasszák heti vagy akár havi rendszerességgel a halat? Hát a hal nagyon egészséges, ezt mindenki tudja szerintem. Sajnos elég kevés halat fogyasztunk itt a környékünkön is, de azért látszik, hogy van rá igény. Az emberek igénylik, sőt, sokan vannak, akik örülnek, hogy mit kinyitottunk, mert otthon nem szívesen sütkéreznek halla, de hát reméljük, hogy meghalászlét is főzünk. Ami megint más, hogyha otthon egy-két porciót főz meg az ember, vagy mi meg főzünk egy nagy adagot, és akkor más íze van. Meg többféle halból főzzük. A halfogyasztás fontosságára már számtalanszor felhívták az illetékesek a figyelmet, hiszen egészségügyi szempontból rendkívül fontos. Dr. Katona Szabó Lívia, magyar kanizsai orvos szerint, ha heti egy napon fogyasztunk akár édesvízi, akár tengeri halat, az már fedezi a szükséges adagot ahhoz, hogy egészségünk megmaradjon. A halak fehérjében gazdagok, ezen kívül a többszörösen telített zsírsavak szempontjából nagyon fontosak, csökkentik a koleszterin szintet, ezen kívül A és D vitamin tartalmaznak, az omega 3 és az omega 6 aránya nagyon fontos, és a halakban nagyon jó arányban van, könnyen föl tudnak szívódni. Ezek a többszörösen telített zsírsavak növényekben is vannak, de a felszívódásuk nehézkes, ezért ajánljuk a halfogyasztást. Aki nem szereti a halat, azoknak lehet tabletta vagy kapszula formájában ezt az omega 3 és az omega 6-ot bevinni, de felhívnám a figyelmet, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy ez az arány pontos legyen. Az európai táplálkozás normák szerint az omega 6 általában nem hiányzik a szervezetünkből, még az omega 3 az hiányozhat. Javában zajlik a lehalászás a mintegy 1500 hektárnyi területet felölelő kapitányréti halastavakon. A tavalyi évben országos szinten 5500-6000 tonna volt a kitermelés. Már ez is kevésnek mondható, mivel pár évvel ezelőtt ez a szám a tavalyinak a duplája volt. Azonban a legnagyobb gondot még mindig az jelenti, hogy a halfogyasztás március óta szinte a felére csökkent. Tržište Srbije je dosta oskudno što se tiče potražnje za ribom, zato što u Srbiji se jako malo jede ribu. Mi smo na dnu lestvice konzumiranja ribe, negde oko ispod 6 kg po stanovniku na godinu dana, tako da ova situacija sa pandemijom je smanjila to možda i još 50% ispod. To znači da, s obzirom da se tradicionalno konzumira riba, to su pre svega slave, sahrane, pomeni i tako dalje. Ove godine je to na neki način po preporukama epidemiološkog kriznog štaba svedeno na minimum da se te pre svega epidemiološke mere poštuju, tako da je potražnja sve manje i manje. A kapitányréti halastavakra nem csak a koronavírus volt negatív hatással, egy komolyabb halakra veszélyes vírus is megjelent náluk. Jedna od težih godina koje prate ribarstvo, znači bilo je hladno proleće što je rezultiralo bolestima početkom leta. Znači opet nas je zakačio virus, jedan od tri, da tako kažem, koje se pojavljuju zadnjih godina i napravio je znatne gubitke, ne samo kod nas, nego i na drugim ribnjacima. Tako da će to rezultirati nešto manjom proizvodnjom, ali će riba koja je, da tako kažem, preživjela biti nešto krupnija.
Ali sada se nameću novi problemi. Korona je totalno zaustavila prodaju. Ne rade, nema slava, nema prodaje. Ljudi su, da tako kažem, uplašeni, zatvoreni u porodični krug i potrošnja ribe je strašno mala. A technológus hozzátette, megtörténhet, hogy itt is bekövetkezik az, ami Magyarországon, ugyanis ott a fennmaradt halakat a folyóba engedték, így legalább megmaradhatott az állomány. A magyar kanizsaiak szerint a tiszai halászlének nincs párja. Mondjuk ezzel én vitába szállnék, mert én a Dunait, vagy más néven a Bajait részesítem előnyben, de függetlenül az elkészítés módjától, amellett, hogy heti szinten ajánlott halat fogyasztani az egészségünk szempontjából, emellett még nagyon finom is. Egy tiszai hagyományos halászlevet készítettünk el friss tiszai ponyból. Itt vagyunk a magyar kanizsai Tiszaparton, és Varga Ervin segítségével el fogunk készíteni egy hagyományos tiszai halászlevet. Lássunk is neki. Rendben. Most, amíg készül a tűz, addig el is kezdhetjük az alapanyagokat. Először mesélj egy kicsit nekem arról, hogy mi is kell egy tiszai hagyományos halászléhez. Fokhagyma, egy pici fokhagyma, vöröshagyma, paradicsom, paprika. És hogy sűrűbb legyen a hal alaplevünk, szoktuk belefőzni halfejet és halgerincet. Ez mind megfőz 3 óra után, körülbelül 3 óra hosszáig főzzük, és a végén át kell passzíroznunk. Fűszer az só, törött bors, kis tucana, édes paprika, és végül is ennyi. Meg van még egy titok, de sajnos nem árulta. Milyen fajta halat szoktatok használni, illetve honnan szerzitek be a halhoz való alapanyagokat? Általában halászlevünk, van filézett ponty, van filézett vegyes, az azt jelenti filézett ponty és harcsa paprikás. Harcsa hal paprikás. Csárdánkban található még vegyes hal rostélyos, amiből sülő ponty és harcsa áll. Amikor csak tudunk, akkor tiszai halat használunk, akkor természetesen kapunk, vagy privát halastalakkal. Milyen arányokban megy majd a halászlébe? Most készítek négy főre halászlevet. Egy vörös hagyma, egy gríz fokhagyma, egy paradicsom és egy piros paprika. Azt látom, fontos, hogy a hagyma az apróra legyen darabolva. Igen, gyorsabban megdíszteni, és akkor meggyorsítsuk a munkánkat. Sűrű kevergetést igényel majd? Igen, ha élünk a tűz, akkor muszáj, hogy légyen, hogy meg. Milyen állagúnak kell, hogy legyen a zöldség, mikor úgy látjuk már, hogy jó lesz? Puha, nem ropogós, hanem puha, hogy szét kell folyja, szét kell, meg kell, jól mixoljuk. És már sok elkezdem a halat, szép kockákra, mindenkinek megfeleljen. Ilyen kb. 3-4 cm-es kockákra szoktak általában darabon őket. Be kell írdalni, úgy megfelel, és akkor nem fog a vendégnek szmétálni a szálkák. Tehát akkor ebben már nincs szálka? Nincs. Van szálka, de be van a kirdalma, és akkor könnyebb kivenni. Így nem lehet észrevenni. Tehát akkor itt van most már az alaplé. Igen, elkészítünk az alapléve. Kis fűszerezés. Mi kerül bele? Pontosan milyen sorrendbe kell ezeket belerakni? Édes paprika, hogy szebb színe legyen. És egy pici só. Nagyon jók az illatok már. Köszönjük szépen. És ilyenkor már csak itt belekerül a ponty, a forrásban lévő fontba, akkor már csak itt 15 perc és kész halászlevünk. Meg kell várnunk, amíg megpuhul. Így van, igen. És akkor el is készült a halászlé. Olyan mellé a turussószert, szalonnaplejtszer. Tehát akkor elkészült a halászlé, nagyon jó illata van, hamarosan meg is kóstoljuk, és köszönjük szépen a nézőknek a figyelmet, illetve Varga Ervinnek, hogy bemutatta nekünk, hogy hogyan is készül a hagyományos tiszai halászlé.
Vajdaság egyik legismertebb előadó művésze Lajkó Félix most egy exkluzív interjút láthatnak a világhírű virtuózzal annak kapcsán, hogy megjelent új lemeze. Köszöntöm Önöket! Lajkó Félix zenekara Start című lemezét tartom a kezemben. Ez egy nagyon-nagyon friss és ropogós lemez, erről fogom kérdezni a vajdasági hegedű virtuózt itt Palicson az ő otthonában. Szavasz Félix, mi régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződünk. Persze. Persze. Ez a start, ez mit jelent? Start vagy inkább restart? Nem tudom, ez igazából egy évvel ezelőtt készült anyag. Egy évvel ezelőtt vettük fel a Rajzfilm stúdióba, a Pannóniába, Pesten. Most sikerült kiadni, de szerintem még mindig aktuális, talán lehet, hogy tényleg most aktuális ez a bizonyos start. Azt, hogy restartot kérdezel, az is jó. Nem tudom. Azért, és én is gondolkoztam rajta, hogy restart legyen, de viszont startot döntöttem. Egyszerűbb, és mindig aktuális szerintem. Igen, a start az mondjuk az benne van a te munkásságaidban, hiszen a zenekar is egy új lendületet kap azzal, hogy olyan tagok, olyan hangszerek vannak benne, amik eddig ugye nem nagyon voltak szerintem jellemzőek a te munkásságodban. Itt van ugye a tuba, a kürt, a dob például, a dobszerkó. A kürtös fiú már nincs benne a dologba, a bizják kihullott, de a többiek megvannak. Tényleg egy furcsa összeállás, de mondjuk nem a dobszerkó miatt csak, hanem hogy minden nagyon mély. Cselló, mély hangszer, tuba mély hangszer, bőgő mély hangszer. A gitár esetleg olyan, amiben van mély is, meg magas is, meg ugyebár van a dobszerkó. De nem is ez a lényeg, hanem az emberek a lényegek, nem a hangszerek a lényegek, hanem hogy ezek az emberek úgy vannak összeválogatva, tehát ez egy ilyen, valamilyen szinten ilyen star band, tehát egy ilyen összerakott valami, hogy ilyen Pesten élő stúdió zenészek jobbjaiból összeválogatott valami. Ugye Sidó Attilával néhány évvel ezelőtt volt egy duód, ami nagyon előremutató volt. Ez ennek a kiteljesedése? Ez ennek a munkának a beérése? Igen. Igen. Tehát itt Palicson kezdtük el az Attilával csinálni ezeket a nótákat. Akkor én már beszéltem neki arról, hogy ezt majd nagy bende is fogjuk csinálni. Akkor ezeket még talán a Dombos Fesztel, meg mit tudom én, ezeket a nótákat játszottuk is vele, tehát gitárhegedű. De utána viszont tényleg kialakult ez a zenekar, és akkor elkezdett működni ez a dolog. A lemezt végighallgatva ugye nagyon sokféle stílus megtalálható rajta egész egy ilyen nagyon dinamikus, szinte már rockos hangzás. Van benne mondjuk például az óceánjáró, ami szinte ilyen bossanovás, ilyen kellemes kis háttérzene, és van benne például egy ilyen balkáni hangulatot idéző kóló. Ezeket ők tudták venni, ezeket a lapokat, amiket te így osztogattál nekik? Igen, tehát úgy lettek összeválogatva ezek az emberek, hogy ezeket tudják játszani. Tehát játszottak már ilyet, mondjuk nem félreértések, de tehát nekem ezek más elképzeléseim voltak róla, mint ami nekik van, de legalább annyi működött, hogy nem kellett arról beszélgetni, hogy ez egyáltalán mi, csak hogy csináljuk. Az egészen más, hogy vagy mit. Ja. És például ezt a kólót, ezt hogy tudtátok összerakni? Ez milyen dallamból táplálkozik? Van ennek egy eredeti szerdallama, vagy ez a te fejedbe született meg, hogy szólhat egy ilyen jó dinamikus kóló? Ez az áldúros kóló, az egy régi nótám, egy levédett Lajkó kóló. Uh-huh. Ja, játszottam még a Bován Márkovicsa is többekkel,
tehát egy 20-valány éves találmány. Igazából ilyen kóló nem létezik, meg mint kóló úgy nem is működik igazából, mert most ezt elkezded játszani, és valaki elkezded rá táncolni, akkor nem stimmel, tehát ez egy ilyen találmány. De mondjuk a pestieket beindítja. Igen, hát van ez a balkános vonzata neki nyilván persze. És aztán pedig van ez, amit az előbb is említettem, ez a bosszanovás, lehetőséget ad a többieknek is, hogy megszólaljanak egy-egy szólóval ezt. Miért tartottad fontosnak, hogy a zenésztársak is megjelenjenek szólókkal a lemezen? Nem tudom, régebben is csináltam ilyet. Hát ez a, nem tudom, jazz oldalról jön, nyilván, meg miért nem. Tehát a mostani, tehát ezen konkrétan, ott majdnem minden száma van egy-egy embernek egy-egy szólója. Igen. Hogyha már így mondod, hogy ezen egy nagyon inspiráló alkotás szerepel itt a lemeznek a borítóján. Ha jól tudom, ez egy vajdasági művésznek az alkotása. Mit jelképez ez a lemezborító? Hát, mégis azt, ami rajta van. De sok embernek nem tetszik különben, tehát nem értik, hogy miért van rajta. És miért van rajta? Hát azért van rajta, mert tényleg ez van. Tehát át kell menni azon a zsileten. Uh-huh. És szerintem most jött el az ideje. És az, hogy egy csiga át tud menni a zsileten, akkor én miért ne tudnék. Tehát egy ilyen tanulmányi eredmény igazából. És... ugye ez a zsilet, ez gondolom ez azt is jelenti, hogy például most egy visszafogottabb korszakot élik a zenészek, ugye? Tehát tavasz óta itt szinte minden leállt. Te mit tudtál csinálni ebben az időszakban? Tudtál, ugye itt ez a lemez például, de élőben tudtál valami előremutatót csinálni? Nem. Hmm? Nem. Igazából én azt hittem, hogy persze, jó, leállítják ezt az egész szakmát, vagy bármelyik szakmát, akkor jó, akkor eljött az ideje annak, hogy az ember otthon firkáljon, vagy mit tudom, agyaljon. De igazából nem így van. Igazából megfojtják az agyadat. Ja. Gondolom, hogy koncertek se várhatók, lemezbemutató koncertek... gondolom, hogy lemondásra kerültek ez miatt, ugye most is megszorítások vannak például Magyarországon is, meg itt nálunk is. Igen, de elveszik a figyelmedet. Uh-huh. Ja. Tehát a figyelem elvés az a fő dolog, amire érdemes figyelni, hogy mikor veszik el a figyelmedet. Ja. Tehát nem az a baj, hogy van koncert, vagy nincs, vagy van pénz, vagy nincs. És ezt mindenkinek ajánlom, hanem az, hogy elvették a figyelmedet, és már nem arra figyelsz, amire elméletileg kéne, hogy figyelj. És te most mire figyelsz? Ugye most itt ez a lemez a kezemben, itt vannak az új számok. Mit lehet tervezni egyáltalán ilyenkor? Lehet-e valamit egyáltalán előre tervezni ezzel a kiváló zenekarral, aki a hátad mögött áll? Sajnos nem. És tegnap vettem észre azt, hogy annyira elvették az ő figyelmüket is, hogy elkezdtünk rosszul játszani, tehát nem játszottunk igazán jó. Pedig eddig jó játszottunk. Érdekes dolog, hogy mivel lehet bizonyítani azt, hogy tényleg elment a figyelem. Tehát valami nem tudnak úgy koncentrálni az emberek, amennyire kéne. Ez egy érdekes hatás. Én azért remélem, hogy ennek a lemeznek még komoly utóélete lesz, és nagyon sokat fogjuk még hallgatni, akár élőben is, akár itt Vajdaságban is. Akkor Felix, én köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a zenekarhoz és a lemezhez egyaránt. Meg lesz szerintem. Kedves nézőink, önöket pedig továbbra is arra biztatom, hogy hallgassanak sok élőzenét, tiszteljék a művészeket, tiszteljék a muzsikusokat. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ismét várom önöket hírháttér műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!